Jó napot kívánok! Három halottja van annak a budapesti lakástűznek, amely éjfél után nem sokkal keletkezett a békásmegyeri lakótelep egyik házában. A Zsirai Miklós utcai épület 5. emeletén pusztító tüzet a tűzoltók 1 órás munkával fékezték meg. A lakásban 3-an voltak. A 41 éves tulajdonosnő és 46 éves élettársa a helyszínen meghalt. A hölgy 14 éves fiát a tűzoltók emelőkosaras kocsival kimentették, de a fiatalember a kórházban belehalt sérüléseibe. Az égő lakásban eltörött a távfűtővezeték, ezért az alatta lévő lakások beáztak. A műszaki vizsgálat legfrissebb eredményei szerint az épület szerkezete sértetlen maradt, így azok a lakók is visszatérhetnek, akiket a hatóságok a mentés idejére kiköltöztettek. A központi bűnüldözés igazgatóságon reggel 8 órakor megkezdődött Ágyifi Nyiazi kihallgatása. A koszovói albán tegnap lépte át a jugoszláv-magyar határt. A férfi azért jött Magyarországra, hogy tisztázza magát a vád alól, amely szerint ő ölte meg Fenyő János média vállalkozót. A Vikó Birodalom első emberét február 11-én a kora esti órákban gyilkolták meg a budapesti Margit utcában, amikor autójával a jelzőlámpa zöld jelzésére várt. A mahajnali mérleg szerint legkevesebb 28 halottja és 220 sebesültje van az Észak-Írországban tegnap délután elkövetett pokolgépes merényletnek. Az áldozatok között nők és gyermekek is vannak. A példátlan tömeggyilkosságot az ulsteri felekezeti konfliktus eddigi legvéresebb terrorakciójaként emlegetik. Az északír hatóságok egyelőre nem hivatalos véleménye szerint a robbantást az egyik olyan katolikus terrorista csoport követte el, amelyik elutasítja az északír rendezési folyamatot. A merényletet a Sinn Féin vezetője Gary Adams is elítélte, amire még nem volt példa az északír terrorizmus történetében. Holnap helyi idő szerint 13 órakor ül kamera elé a Fehérházban Bill Clinton, az Egyesült Államok elnöke, hogy megtegye vallomását a Lewinsky ügyben. Az elnök szavait zárt láncú televíziós hálózat közvetíti a 23 tagú esküdszéknek. A kérdéseket feltevő Kenneth Starr független ügyész nem azt próbálja meg kideríteni, hogy Clintonnak volt-e szexuális kapcsolata az egykori fehérházi gyakornoknővel, hanem azt, hogy eddig tagadta-e, vagy hogy rá akarta-e venni Lewinskyt az ügy eltusolására. A vizsgálat eredményétől függetlenül az eset azért is nagy jelentőségű, mert hivatalban lévő amerikai elnök eddig még soha nem tett vallomást esküdtszék előtt olyan ügyben, amelyben ő maga gyanúsított. Idehaza a Magyar Igazság és Élet pártja a koalíció főpolgármester jelöltjét támogatja az októberi helyhatósági választásokon. Ezt Csurka István pártelnök jelentette be a Magyar Rádió vasárnapi újság című műsorában. A MIÉP így nem indít önálló jelöltet Budapesten az önkormányzati választásokon. A Hungaroringen délelőtt megtartották a mai verseny bemelegítő edzését, ahol a finn Mika Häkkinen volt a leggyorsabb. A Forma 1-es gyorsasági autós világbajnokság 13. magyar nagydíja délután 2 órakor kezdődik majd. Szakértők úgy vélik, hogy a futam mindenképpen a McLaren-Mercedes versenyistáló, azaz Häkkinen és David Coulthard sikerét sejteti. A verseny 16 óra után ér véget, ezért jelentős forgalomnövekedésre kell számítani a késő délutáni órákban, előbb Budapesten, majd az M1-es autópályán, este felé pedig a nyugati határállomásokon. Este 3:48-kor híradót láthatnak itt az egyes műsoron. Addig is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Jó napot kívánok! Már délelőtt óriási tumultus volt a Hungaroringhez vezető utakon, a parkolók szinte mindenütt megteltek. Az 1 óra múlva kezdődő futamon legalább 200 000 vendégre számítanak a szervezők. Az M3-as autópályán több száz turistabusz haladt Mogyorót felé. Közeledve a Hungaroringhez szinte már csak lépésben lehetett közlekedni. Persze annak, aki ilyen kétkerekűvel érkezett, annak könnyebb dolga volt. A legjobb Häkkinen, ez már a korábbi futamokon eldőlt. De teljesen mindegy, hiszen mi csak egy jó futamot akarunk látni. Volt, aki még csak most akart jegyet szerezni, és akadt olyan német polgár, aki kifejezetten ellendrukkere volt országversenyzőjének. Schumacher csak a pénzt nézi, soha többé nem lesz világbajnok, soha. Több ezeren órákkal korábban elfoglalták helyeiket, viszont aki a parkolón kívül próbálkozott, az így járt. A hangulat persze már most megvan, a sör pedig csak fogy és fogy.
A Forma 1 magyar nagydíjának ma reggeli bemelegítő edzésén a finn Mika Häkkinen volt a leggyorsabb, megelőzve a szintén McLaren Mercedes pilóta a brit David Coulthardot és a Williams csapat versenyzőjét a német Heinz Harald Frentzent. Az egy óra múlva kezdődő világbajnoki futamon a tegnapi időmérő edzés alapján szintén a két Mercedes, Häkkinen és Coulthard indulhat majd az élről. Mögöttük a német Michael Schumacher és a brit Damon Hill rajtolhat majd. Az 5.-6. helyről Eddie Irvine és Jacques Villeneuve vág neki a távnak. Vajon milyen időre számíthatnak azok, akik elmennek a délután 2-kor kezdődő versenyre? Bárint Antónia. Jó napot kívánok, bizony ma is nagyon sokan látogatnak ki a Hungaroringre, és hasonló a meleg időben lesz részük, mint ahogy tavaly ugyanezen a napon volt, hiszen akkor 33 fok volt a hőmérséklet csúcsértéke, és az ég változóan felhős volt. Ma is ilyen időre van kilátás, ma 30 fokra számíthatunk. A délutáni órákban a szél majd északnyugatira fordul, és néhol megerősödhet, de remélem, hogy ez a versenyzőket nem fogja akadályozni abban, hogy jól szerepeljenek. A meteorológusok jeleznek egy-két csepp esőt, de jelentős mennyiségű csapad nincsen kilátása mai nap. Tavaly ilyenkor Jacques Villeneuve volt az első, és egy-két órán belül az is kiderül, hogy ma kiállhat föl a dobogó legfelső fokára. További kellemes szórakozást kívánok önöknek, részletesebb időjárás jelentéssel jelentkezem a híradó után, addig is viszontlátásra. Az észak-írországi konfliktus egyik legvéresebb merényletét követték el tegnap délután. A detonáció 28 embert ölt meg, és több mint 230-an megsebesültek. Tony Blair brit miniszterelnök megszakította franciaországi nyaralását, és Belfastba utazott. Valaki amatőr videókamerával rögzítette a robbanás utáni perceket. A képeken jól látszik, hogy a kétségbe esett emberek családtagjaikat keresik. Az írországi Oma város piac terén elkövetett pokolgépes merénylet 28 ember életét követelte. A detonáció során meghalt 5 gyermek is. Az egyik kislány mindössze 18 hónapos volt. Az áldozatok között egyaránt voltak katolikusok és protestánsok is. A mentők megérkezéséig a sérült emberek egymáson próbáltak segíteni. A feleségem is megsebesült. Ott van egy 10 éves gyerek, aki senkinek sem ártott. Meg fog halni. A szombat délutáni merénylet az Északír tartomány terror történetének legvéresebb incidense. Tony Blair brit kormányfő is kifejezte mély megrendülését a barbár merénylet miatt. Nehezen tudom kifejezni a fájdalmat, amit az áldozatok és hozzátartozóik iránt érzek a borzasztó merénylet miatt. Az északír hatóságok egyelőre nem hivatalosan a merényletet valamelyik a rendezést ellenző katolikus csoport számlájára írják. A Sinn Féin katolikus terrorcsoport vezetője a szembenállás történetében első alkalommal egyértelműen elítélte a merényletet. Hárman meghaltak abban a lakástűzben, amely éjfél körül ütött ki Budapesten a Békásmegyeri lakótelep egy 10 emeletes házában. A tűzoltóknak sikerült kimenekíteniük egy 12 éves kisfiút a lángokból, ám az életét már nem tudták megmenteni. Megdöbbentő képek következnek. Ezen az amatőr felvételen is jól látszik, hogy hatalmas lángnyelvek csapnak fel az 5. emeleti lakásból egészen a 8.-9. emeletig. A lángoktól balra az egyik ablakban az ott lakó 12 éves fiú látható, teljesen sokkos állapotban. Szülei bent égtek a tűzben. Őt sikerült a tűzoltóknak kimenteniük, ám a gondos ápolás ellenére belehalt égési sérüléseibe. A környékbeliek még mindig teljesen az események hatása alatt állnak. Az erkén az egész családom kint állt. És láttuk, hogy az 5. emeleten ég a lakás, és egy, hát nem tudom, hogy fiatal nő, kiabált, segítséget kiabált, elhaló hangon, és mondta, hogy tűz van, segítség, ég a háza, még az egész családom. Hallottam, hogy kiabáltak nagyon segítségért, hát ez szomorú dolognak, az biztosan. Úgyhogy akármelyikünkkel ilyen tényleg megtörténhet, hát ez borzasztó. A szemtanúk elmondása szerint a tragédiában annak is szerepe lehetett, hogy a tűzoltók késve értek a helyszínre, és technikai felszereltségük sem volt elegendő az 5. emeleti oltásra és mentésre. A tűz oka egyelőre ismeretlen, a szakértők jelenleg is vizsgálják, mitől keletkeztek a lángok. Egy éven belül 4 halálos áldozatokat is követelő közúti balesetet okoztak Borsod megyében a kábítószer hatása alatt álló vezetők. A balesetekben összesen 6-an vesztették életüket. Bár az utóbbi években nőtt a drogosok által okozott balesetek száma, egyelőre sem jogi, sem technikai lehetősége nincs a rendőröknek a kábítószerfogyasztók kiszűrésére.
A vizsgálatok szerint kábítószert fogyasztott az a fiatalember is, aki a hétfői két halálos áldozattal járó bükkábrányi balesetet okozta. Az idén már a második alkalommal bizonyosodott be, hogy a tragikus karambolt okozó sofőr droghatása alatt állt. A rendőrök tehetetlenek, egyelőre ugyanis nem tudják kiszűrni a kábult autóvezetőket. Amikor pedig kiderül, hogy a vezető kábítószert fogyasztott, akkor általában már késő. Általában a balesetek bekövetkezése során derül fény erre az igazságügyi orvosi szakértői vizsgálatok során, hogy ez illetve drogos befolyásoltság alatt vezette a gépjárművét. A jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint egyébként enyhébb büntetés jár a drogos sofőröknek, mint az ittas vezetőknek. A büntetési tétel a drogfogyasztás, illetve más bódítószer fogyasztása esetén csak szabálysértési eljárásba jár el a hatóság. Elképzelhető tehát, hogy a közúti ellenőrzéskor néhány ezer forinttal megúszza a büntetést a kábítószert fogyasztó vezető. Ehhez persze az is kell, hogy az igazoltató rendőr a helyszínen be tudja bizonyítani, hogy a sofőr drogot fogyasztott. Ez azonban a technikai háttér hiánya miatt egyelőre lehetetlen. A dél-koreai rendőrség vízágyukat vetett be, hogy feloszlasson egy engedély nélkül megtartott diáktüntetést. A diákok az ország függetlenségének 53. évfordulóján Észak- és Dél-Korea újraegyesítését követelték. A rendőrség sárga festéket szórt a tömegre, hogy megjelöljék és később letartóztassák valamennyi tüntetőt. A hatóságok azért nem engedélyezték a felvonulást, mert a kormány Szöul ellenes megmozdulásoktól tartott. Alig csitult el a Titanic című film körüli moziőrület, újra Titanic lázban ég a világ. Ezúttal azonban a valódi hajó roncsait kutató tudósok játsszák a főszerepet. A Titanic roncsait két éve kutató tudós csoport a héten kiemelt egy 20 tonnás darabot, amely a hajó jobb oldaláról szakadt le a jéghegyel történt ütközés után. Az 1912-ben elsüllyedt luxushajó megmaradt darabjairól eddig még soha nem látott felvételeket közvetít élőben, magyar idő szerint hétfő hajnalban a Discovery Channel. Akik interneten szeretnék követni az eseményeket, azok a csatorna weboldalán tehetik meg ugyanezt. A nagy felhajtásban azonban úgy tűnik, mindenki megfeledkezett azokról a túlélőkről és a több mint 1500 áldozat hozzátartozóiról, akik a hajóroncs bolygatását kegyeletsértésnek tartják és tiltakoznak az akció ellen. Önök az RTL Klub híradóját látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Ártatlannak vallotta magát Fenyő János feltételezett gyilkosa, Ácifényi Jazi. Eddig senki sem vállalta a felelősséget a tegnapi észak-írországi merényletért. Hárman meghaltak egy budapesti lakástűzben. A tragédiát valószínűleg elektromos zárlat okozta. Michael Schumacher nyerte a Forma 1 13. magyar nagydíját a Hungaroringen. Jó estét kívánok! Továbbra is ártatlannak vallja magát ez a koszovói albán férfi, akit Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásával gyanúsítanak. Ácifényi Jazi kihallgatása reggel 8 órától késő délutánig tartott. A koszovói albán férfit a Gyorskocsi utcában hallgatták ki. Ácifényi Jazitól a szakértői vizsgálatokhoz új és tenyérlenyomatokat, szag, hajszál és szőrmintákat vettek, amelyeket a központi bűnüldözési igazgatóság Aradi utcai székházába vittek. Ami a legfontosabb ebben az ügyben, ezek a szakértői vizsgálatoknak a végeredménye, mert az abszolút objektív és elfoglalatlan és támadhatatlan. Én nagyon bízom benne, hogy ezek a szakértői vizsgálatokból kialakuló eredmények az ügyfelem vallomását fogják alátámasztani. Kamarás Gábor azt mondta, hogy Védence azt tette, amit korábban ígért. Ártatlannak vallotta magát. A német Michael Schumacher nyerte a Forma 1-es gyorsasági autós világbajnokság mogyoródi futamát, a 13. magyar nagydíjat. A második helyen a brit David Coulthard, a harmadikon pedig a kanadai Jacques Villeneuve végzett. A mai hivatalos tárgyalások után a következő évtizedben is biztosnak látszik a magyar nagydíj sorsa. A Forma 1-es versenyek teljhatalmú ura a híradónak elmondta, hogy nagyon elégedett a Hungaroringgel.
Bernie Ecclestone semmi akadályát nem látja annak, hogy a Magyarországgal kötött szerződést idővel meghosszabbítsák. A szerződésünk 2001-ben jár le, addig bőven lesz időnk arra, hogy kidolgozzuk a részleteket a jövőre nézve. A versenynapon a leendő sportminiszter és a gazdasági tárca vezetője is felkereste a magyaródi pályát. Miután találkoztak Bernie Ecclestonnal, mindketten megerősítették, hogy a kormány támogatásra érdemesnek tartja a Forma 1-es versenyeket. Úgy gondoljuk, hogy a versenynek a magas színvonalú megrendezésével, az egyre csökkenő, majd megszűnő állami támogatás mellett a minél profitábilissá válásával meg tudjuk alapozni azt, hogy 2001 után újra legalább 5 évre megállapodást tudjon kötni a Hungaroring Magyarország és Bernie Ecclestone úr. A gazdasági miniszter emlékeztetett, hogy a verseny 12 milliárd forintos idegenforgalmi bevételt hoz az országnak. Hát lényegében a verseny csak közvetlenül veszteséges, de a közvetett hatásait tekintve igenis az állam számára is nyereséget. Idén a filmvilág két sztárja is ellátogatott a Hungaroringre. Sylvester Stallone és producere Andy Vajna is megerősítette, hogy legújabb közös produkciójuk valószínűleg a Forma 1-es versenyekről szól majd. Nagyon tetszik a Hungaroring. Azt tervezzük, hogy a jövő év második felében visszajövünk, és itt forgatjuk az új film egy részét. Életemben először járok Forma 1-es versenyen. Figyelem, hogy mi történik, és próbálom megérteni, mi van az események hátterében. Adásunk idején éri el a nyugati határátkelő helyeket az a több ezer külföldi, aki a Forma 1-es nagydíjra érkezett Magyarországra. A legnagyobb torlódásra a Hegyeshalmi és a Soproni határátkelőknél kell számítani. Ezeknél a határállomásoknál már délután is nagy volt a forgalom, mivel a szabadságukat befejező vendégmunkások is most utaznak vissza nyugatra. A telefonnál Krisán Attila, a határőrség szóvivője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyi a várakozási idő az említett két határátkelő helynél? Már most jelentkezik 30 perc, egy fél órát kell várni, de még nem ért oda igazán ez a hullám a kilépésre. Tehát számíthatunk még több és magasabb várakozási időre is? Igen, az éjszaka folyamán hosszabb várakozások lesznek, egy-két óra is kialakulhat, annak ellenére, hogy mind a magyar, mind az osztrák határőrök megerősített szolgálatot tartanak. Hogyan lehet kikerülni a torlódást? Van-e olyan átkelőhely, ahol gyorsabb áthaladásra számíthatnak az autósok? Nagyon egyszerűen, hiszen a fertődi határállomáson pillanatok alatt át lehet jutni a határon. A fertődi állomás éjfélig van nyitva, de Sopron mellett a Kópházi átkelő éjjel-nappal nyitva tartó határállomás. Itt semmilyen torlódásra nem kell számítani. Krisán Attila, köszönjük szépen az információkat! A délutáni adatok szerint legalább 28 halálos áldozata és 100-nál jóval több sérültje van a tegnap délután elkövetett észak-írországi robbantásnak. Ez volt az ulsteri vallási konfliktus eddigi legvéresebb terrorakciója. A példátlan tömeggyilkosságért eddig senki sem vállalta a felelősséget, de a hatóságok szerint a merényletet az egyik olyan szakadár katolikus terrorista csoport követte el, amelyik elutasítja a rendezési folyamatot. Tony Blair brit kormányfő a vérengzés hírére megszakította szabadságát és Belfastba utazott, hogy felvegye a kapcsolatot az ír kormány tagjaival és az ulsteriek vezetőivel. We must be strong. Erősnek és eltökéltnek kell lennünk, hogy legyőzhessük azokat, akik ezt a szörnyű tettet elkövették. A hatóságok attól tartanak, hogy most a szemben álló protestánsok is felmondják a tűzszünetet. Vezetőik állítólag már össze is ültek egy titkos helyszínen. Észak-Írországban először 1972-ben robbantott bombát az ír köztársasági hadsereg. Nagy-Britanniában ezzel vette kezdetét a katolikus terrorcsoport hadjárata. Az üggyel bajjal megszületett tűzszünetet az IRA legutoljára 2,5 évvel ezelőtt törte meg, és azóta többször is robbantott Észak-Írországban és Nagy-Britanniában. 1996. februárjában a londoni Docklands irodanegyedben két halálos áldozatot követelt az a pokolgépes robbantás, amely a másfél éves tűzszünet végét jelezte. A következő bomba 1996. júniusában robbant Manchester belvárosában. Az egy tonnás szerkezet, amely 200 embert sebesített meg, az IRA addigi legnagyobb bombája volt. 1997. szeptemberében Belfastban, idén januárban pedig Enniskillenben helyeztek el pokolgépet az északír terroristák. A nagypénteki békemegállapodás egy időre megtörte a robbantások sorozatát, de a szélsőséges terrorista csoportok a jelek szerint tovább folytatják akcióikat. 24 bányász halt meg egy ukrán szénbányában bekövetkezett metángáz robbanásban. 4 embert kisebb-nagyobb sérülésekkel kórházban ápolnak.
A robbanás több mint 600 méterrel a föld felszíne alatt történt. Hírügynökségek arra emlékeztetnek, hogy Ukrajnában ebben az évben már 200 ember vesztette életét bányaszerencsétlenség következtében. Pakisztánban megerősítették azt az értesülést, hogy letartóztattak egy férfit, akinek állítólag köze van a Kenyában elkövetett pokolgépes merénylethez. Nairobiban közben búcsút vettek a robbantás 247 áldozatától. A ceremónia után az áldozatokat lakóhelyükre szállítják, és ott helyezik őket végső nyugalomra. A kenyai kormány valamennyi családnál hozzájárul a temetés költségeihez. Holnap helyi idő szerint 13 órakor ül kamera elé a Fehérházban Bill Clinton, az Egyesült Államok elnöke, hogy megtegye vallomását a Lewinsky ügyben. Az elnök szavait zárt láncú televíziós hálózat közvetíti a 23 tagú esküdtszéknek. A kérdéseket feltevő Kenneth Starr független ügyész nem azt próbálja meg kideríteni, hogy Clintonnak volt-e szexuális kapcsolata az egykori fehérházi gyakornoknővel, hanem azt, hogy eddig tagadta-e, vagy hogy rá akarta-e venni Lewinskyt az ügy eltusolására. A vizsgálat eredményétől függetlenül az eset azért is nagy jelentőségű, mert hivatalban lévő amerikai elnök eddig még sohasem tett vallomást esküdtszék előtt olyan ügyben, amelyben ő maga gyanúsított. Itthon 3 halottja van annak a budapesti lakástűznek, amely éjfél után nem sokkal keletkezett a békásmegyeri lakótelep egyik 10 emeletes épületében. A tűz több millió forintos kárt okozott a lakóházban. A vizsgálat eddigi adatai nem zárják ki, hogy egy elektromos hiba okozta a tragédiát. A lángokat nem egészen egy óra alatt fékezték meg a tűzoltók, akik a Zsirai Miklós utcai épületből több embert is kimentettek. A légzőkészülékben több lakót sikerült lementeni, mindegy 15-20 fő, többségében gyerekeket. A lakásba bejutva az előszobában megtaláltuk a lakás többi lakóját, azaz két személyt, akik sajnos a tűz következtében erősen megégtek, meghaltak. A tulajdonosnő fia az erkélyen várta a segítséget. A 15 éves fiút emelőkosaras kocsival hozták le, ám az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. Az égő lakásban eltört a távfűtő vezeték, ezért több lakás elázott. Miután az épület szerkezete sértetlen maradt, a mentés után a lakók visszatérhettek otthonaikba. Ki kellett pakolni a ruhákat, azt ki kell mosni, mert a szekrénybe is befolyt a víz. És hát elég, hogy is hívják, ilyen büdös éget szag van a lakásban. A 10 emeletes házban délelőtt még nem volt víz és villany. A 3. kerületi önkormányzat anyagi segítséget ígért azoknak a lakóknak, akiknek nem volt biztosításuk és önerőből képtelenek felújítani a lakásukat. Kis hatású robbanó szerkezetet dobott ismeretlen tettes egy eladó gyár épületre Budapest 10. kerületében. A Kada utca 10 szám alatti robbanás csupán az épület tetején ütött kisebb lyukat. A jelenlegi tulajdonos a nyomozóknak azt mondta, eddig senki semmivel nem fenyegette meg. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. A Magyar Igazság és Élet pártja a koalíció főpolgármester jelöltjét támogatja az októberi helyhatósági választásokon. Ezt Csurka István pártelnök jelentette be a Magyar Rádió vasárnapi újság című műsorában. A MIÉP így nem indít önálló jelöltet Budapesten az önkormányzati választásokon. A vas és bronzkor emberének mindennapjaival ismerkedhettek ma az érdeklődők Szász Halombattán. A város egyébként a vaskorszakból való úgynevezett halomsírokról kapta a nevét. A legkisebbeket érdekelte leginkább, miként készítették eszközeiket a bronzkoriak. El lehetett lesni, hogyan működik az őskori szövőszék, és hogyan születtek az eddig csak tankönyvekben vagy múzeumban látott agyagedények, bronzkori ékszerek vagy dísztárgyak. Ne fogunk két ilyen hosszabb szálút, és bepörgetjük egy... Ide betesszük, és bepörgetjük. És úgy lesz egy ilyen forma. A többiek búzát hántoltak és őröltek. Voltak viszont, akik csak a lepénylesőn ücsörögve várták, hogy kisüljön a kemencében az áhított étek. Az ebéd árpa és lencse volt korabeli receptek alapján. A régészek találtak, tehát a leletek alapján van ez a recept, mivel a halottakat az ételeikkel együtt temették el, és innen következtettek erre a receptre. A feltárások folytatódnak, az újabb leletek előkerüléséig pedig egy valódi sámán kalauzol a bronzkor szellemvilágába. Az állatorvosok egyelőre vitatják, vajon irigylésre méltó-e egy tigris fogát kezelni, vagy sem. A nem mindennapi feladattal egy ausztrál állatorvosnak kellett megbirkóznia. Ramalon az egyik ausztráliai állatkert lakója.
A szumátrai tigrisnek igen nehéz napjai voltak az utóbbi időben, amióta megfájdult az egyik szemfoga. Az állatkert orvosai megállapították, hogy bizony a tigriseket sem kíméli a fogszúvasodás, így nem volt más hátra, mint hogy betömjék a lyukas fogat. A 3 éves 115 kilós tigris nem is tiltakozott, amikor elkezdték fúrni a fogát. No persze a kellemetlen beavatkozás előtt jó nagy adag érzéstelenítőt kapott. Híradót legközelebb holnap reggel 6 órakor láthatnak itt a Magyar Televízió 1-es műsorán. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!